A jövő mérnökei mérték össze tudásukat a Széchenyi István műszaki technikumban, ahol immár másodszor rendeztek országos műszaki és közismereti versenyt. A szerdai döntőre az ország minden részéről érkeztek 4 fős csapatok, akiket mentorok is segítettek. A szervezők igyekeztek változatos feladatokat összeállítani, interaktív feladatok, szabaduló szoba és projektfeladat is várt a versenyzőkre. Szerettünk volna a diákoknak itt helyben egy olyan versenyt kialakítani, amin kreatívak tudnak lenni, együtt tudnak dolgozni, másik iskolákból érkező diákokkal meg tudnak ismerkedni, és tavaly rendeztük ezt meg először, és abból is nagyon jó visszajelzéseink voltak, és nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki ennek hatására az iskolák is egymással. Tehát én úgy gondolom, hogy ilyen verseny helyileg is a városnak is nagyon jó, nekünk az iskolának is nagyon jó, és hát a cégek is partnerek voltak. Mit is kívánhatnék, hogy nagyon-nagyon jó versenyzést. A verseny megnyitóján a város polgármestere sok sikert kívánt a fiataloknak, majd köszönetet mondott azoknak a partnereknek, akik hozzájárultak a verseny megrendezéséhez, hiszen az több fehérvári vállalat, a szakképzési centrum és az önkormányzat együttműködésében valósulhatott meg. Cserpakovics András kiemelte, mai felgyorsult világunkban különösen fontos a technológiai és informatikai tudás megléte. Szinte folyamatos technológiai forradalom jellemzi a világunkat, az azt is jelenti, hogy ezek a fiatalok, diákok már ebbe a korba fognak nem csak felnevelkedni, hanem belenőni, és már majd a felnőtt életük is ehhez kapcsolódik majd. És ezért fontos az, hogy minél több területen megkapják a korszerű tudást, de megkapják azt a lehetőséget is, hogy a tudásukat egy kicsit összemérhessék. A megmérettetésen 2 nagykanizsai, 2 győri, 1 budapesti és 1 széchenyi csapat mérte összetudását. A szervezők tervei szerint a versenyt jövőre is megrendezik.